Na, szevasztok! Üdvözöllek titeket újra itt, Kárászmappon, folytatom tovább. Azt hiszem a kukorica betakarításánál voltunk már, de viszont október, ugye novemberben még betakaríthatom a maradék kukoricámat, ha minden igaz. Úgyhogy én most alszok egyet, hogy ne legyen éjszakai bevetés. Méghozzá egy reggel 6-ig. Így. És akkor innen tudom folytatni a következő művelettel, mégpedig az aratással. Ne. Mi a... Hát ki kérte ezt az esőt? Jó van, 9-ig elátó. Örülök neki. Így. Na, igen, itt van a kukorica, amit még be kell innen takarítani. Na, ne is nézelődjünk, sokáig egyesen megy az idő, tökéletes nekünk. Itt úgy döntöttem, hogy nem így fogok haladni, hanem szépen ide fogok csinálni két düllőt. Ugye értelemszerűen, hogyha esetleg segítőt indítok, akkor annak ne okozzon gondot ez a művelet, mert itt a fák miatt nem tudna megfordulni. Mondjuk itt ezen a részen nem okozna neki gondot talán, de csak talán, mert tudja, hogy gondot okozna és beletolatna, aztán utána megszedhetném le a szérét, bár szerintem így se lesz akadálymentes, zökkenőmentes a művelet. Valószínű, hogy utána kell dolgozni. Nem is tudom, hogy bevittem-e, hogy hol van a traktorom. Szerintem bevittem, ugye? Mert ha minden igaz, akkor az volt az utolsó részben, hogy bevittem a betakarított magot. Hoppá. Itt egy fal. Falba ütköztem. A falat innen lehet, hogy meg kéne szüntetnem, mert nem igazán látom értelmét. Hát mondjuk a látványt is inkább rombolja, mint javítja, hogy mindenhogyan ezt a falat innen ki fogom varázsolni a francba. A láthatatlan falakba ütközök. Még a végén emiatt nem tudom betakarítani a földemet, akkor cirkusz lesz. Bemegyek a hivatalba, rácsapok az asztalra. Aztán megmondom, hogy nehogy már ne lehessen betakarítani a földemet. Elmegyek a szakszervezethez is, meg mindenhova, érted? Gyerekek, ideülök a géphez, aztán nem lehet elég korán vagy elég későn ideülni, mert még a gép is izzad. Hát még én. Innen a sínek felől kell majd, másik falu felől kell majd jobban odafigyelnem a düllőre, mert félek, hogy ráfordul a sínekre, aztán vonattal megy tovább a kombányos. A hopp Juliska.
Valahonnan kéne trágyát is szereznem. Már elméletileg a izé... Szóltak innen a szomszéd faluból. Onnan. Fenének se jut eszébe most a neve. Mi a másik falunak a neve. Köblényből. Valakinek van trágyája, túl nagy mennyiséget vásárolt föl, és annyi van neki, megmaradt neki, hogy eladja. El kell mennem megnézni. Na meg, hogy föl tudja pakolni nekem, vagy én nekem kell, hogy fölpakoljam. Hát nem mindegy. Ha még lehet, hogy kell egy rakodógépet szereznem. Ki, hogy elmegyek itt a fal mellett, nem okoz itt most gondot. Mondjuk elég... Ja. Ki lehet ezt innen szedni. Lehet, hogy ezeket a fákat is innen meg kéne szüntetni, mert csak... útba vannak. Nézd meg, benőtt a fa alá, hogy hívják. Kukoricám. Hoppá. Hopp, egy fa. Igen, és akkor itt volt, ahol a segítő úgy gondolta, hogy beletolat a izébe, a kukoricába, és nem szedi le. Álljál meg fölé? Hol a traktorom? Ah, itt vanni. Erdje. Mi a meló van? Engedj ki, Gizi. Jaj. Piros az tilos. Ez meg sebes, vagy gyors. Na, bakter úr, a sarompot nyissa fel. Jön még egy. Tuti tutko. Ja nem? Ha? Oho. Mi volt ez a liglag? Mindig van egy utas. Ilyen ismerős nekem ez a srác.
Jó, hogy ide csinálták ezt az utat, aztán nem kell még körbe menni. Bár mondjuk jobb lenne ugye természetesen uniós aszfaltos úton haladni ki egész a Fődig, de hát ez majd csak a 90-es évek után fog megvalósulni Amerikába. Magyarországon ez is meglepő, hogy idáig elvezet a izé, az aszfaltos, mint amin most megyek. Csuda, hogy nem izé van. Gondozatlan kavicsos, vagy sóderes, vagy murvás. Most ment a vonat, úgyhogy különösebben nagy félelmem nem kéne, hogy legyen. Attól függetlenül az ördög nem alszik, jó körbe nézni egy kicsit. De úgy megcsináltam ezt a hidat ide. Hopp az őzike. A vacsora. Jaj, hogy döngetek oda néz 40-nel. Fogjam már vissza egy kicsit a traktort, mert még a végén szétesik szerencsétlen. Ahhoz képest egész jó bírja ez a traktor, nézd meg az egészségügyi állapota, még a csúcson van. Hogyha csak 0,9 óra van benne. Nem cseréltem le, esküszöm. Ó, azt a kurva. Ó, azt a kurva. Üres póttal kicsit oda kormoltam neki. Ápagott rendesen. Mit fog majd csinálni, hogyha megkapja 40 tonnát? Lehet, hogy egy picit közel álltam. Sőt, biztos. Majd eloszlik a pótkocsiba. Főleg, hogyha már egy kicsit megyek vele, akkor majd eloszlik benne a kupac. Nem vágom még ki azokat a fákat, mert nincs bent a lumberjack, aztán el kéne hordanom. De sort fogok rá keríteni, bár mondjuk bent van az Easy Development, úgyhogy meg tudnám oldani. Jó, most egyelőre nem piszkálja a szememet. Mondjuk körbe is festhetném.
megúszná a növényzet. De ki kell itt ezt egyenesíteni, gyerekek, itt a következő része, ezt a falat innen mindahogyan ki fogom venni, hogy ki legyen szépen majd itt egyenesítve ez a ennek a földnek a széle, és a földnek ez a széle. Ne legyen ilyen hullámos, mint a Balaton vize, mert meg lehet csinálni, csak hogyha bent van az a fal, esetleg akadályba ütközök, akkor az némi bosszúsággal fog járni, azt viszont nem akarom. Inkább kiveszem ott azt a falat. Hát ez a kukorica is, ez már a második videó, ugye, hogy aratom. Hát lehet, hogy leszem belőle még egy. Ezért akárhogy nézzük, baromi nagyok ezek a földek. Főleg az alakjukat tekintve. Alaktalanok, ugye, és hogyha akarod követni az ívet, azokat a nem létező íveket, amiket ez használ, azzal megy el az idő, mert cikcakosan kell haladni. Oda néz, 32%-on vagyok már, hogy teszek egy kanyart a szélén. És mindegy, hogy ezen a részen indítom vissza a segítőt, vagy átállítom arra a másik részre, ahogy ott ketté választottam. Így is, úgy is le kell szedni mind a két oldalt. Egy ilyen íves kanyar, 50% majdnem. Kukorica jobban ad talán, mint a szaki. Na de se baj, hát most így is, úgy is eladásra kerül. Csak hát a szatyért többet adnak. Na itt is az erdő mellett ez a második körbevágás ezt használ neki, mert azért csak-csak befolyásolja a segítőt. Oda néz, több mint 50% lejött egy ilyen ív, hogy a szélét levágtam, tüllőjét. Ő mennyivel csendesebb, hogy belső nézetből megyek.
zörög annyira a kombány. Mondjuk így kevesebb a látnivaló. Na, ez se címerezték le ezt a szatyit? Vagy még kukoricát? Nincs szépen címerezve, vagy egyáltalán nem is volt. Sőt, hát egyáltalán nem is volt, mert az ilyen baszott magas. Máskülönben nem lenne ilyen gyuda nagy. Azon agyalok, hogyha a vonathoz kell vinnem a szajrét, már pedig igen sokszor kell a vonathoz vinnem a szajrét eladásra, lehet, hogy oda kéne alkotnom valami futószallagot, vagy valami ilyesmit, valami felhordó csigát. De ezt még nem találtam ki, hogy hogy is kéne, mit is kéne, miért is kéne, vagy merre, hová, hány méter, mert nincs olyan pótkocsim, amin van kis kiömlő nyílás. Vagy pedig egy kerekes rakodót kéne intéznem. Vagy egy manitút, vagy valamit. Mindahogyan kell alkotnom egyet, mert ugye oda is kell majd a vonathoz, 100%. Meg majd kell lenni fog a szerintem a trágyához is, mert a gazda az nem fogja nekem felrakni, csak odaadja. Az tuti tutko. Hol vagyok már? Nem sokára itt vagyok a traktornál. Nem hiszem, hogy leérek a traktorig. Vagy le. Amúgy mindjárt kiderül. Fogjuk rá, hogy leértem a traktorig. Oly, kicsit beletapostam, na de se baj. Járulékos veszteség. És mindegy, hogy melyikbe rakom, a hátsó pótba, vagy az elsőbe, tök mindegy. Mert mind a kettőbe az fog kerülni. Gyerekek, én ezt a kukoricát a szatyival eladom a megfelelő időbe, a megfelelő vevőnek. Hát én milliárdos leszek szerintem. Csak akkor majd jönnek a rokonok, meg az ismerősök, ismeretlenek, meg mindenki, érted, hogy hú, hát tudod, milyen jó barátok voltunk, nem emlékszel rá? Ajja. Hogy valamit ki kell majd találnom a pénzemmel is. Lehet, hogy bepakolom a szépbe, aztán elásom.
vagy nem pakolom be a szívbe, hanem azt mondom, hogy bepakoltam és elástam. Hűha, nincs ennek a pótnak rigibadia. Itt az a helyzet, hogy most én sem tudtam szépen megfordulni, akkor miért várom el a segítőt, igaz? Na, menjél csak egy kicsit, Béla. Ugye ez a Béla. Ja. Van egy futásom. Itt mondták a faluba. A Bélának, ez a Béla, aki most traktorozik, vagyis kombányol, betakarítja a kukoricámat. Ennek a, azt hiszem, a sógora azt mondta, hogy itt a kertek alatt menjek, és akkor észre fogom venni a ganyét valamelyik házba. Azt kell keresnem. Ödön. Huszár Ödön. Huszár is, meg Ödön is. Köblény. Nem nagyon látok ganyét. Ajjaj, lehet, hogy átbaszott. Akkor elküldöm. Munkanélkülivé teszem. Hopp, vagy-e? Ja, aha, ja, hogy, aha, ide be is engednek engem. És itt van ganyi, aha, még annyi, hogy el is vihetem. Ó, fasza. Akkor ez lesz az. Jó, nagyon jó. Akkor már csak valami rakodó alkalmatosságot kell kitalálnom. Meg ugye a trágyaszórót idehozni. Aztán megrakni. De hát hol van az még? Na mi van, Béla? Neked nem adja olyan fényesen, mint nekem adta? Na nézzük csak meg a trágyaszóró cucmány nudlit. Ugye a pótokhoz van berakva, van egy mód, mégpedig ez. Alapértelmezett, trágyaszóró, 35 köbös, 24 métert szor, 130 ló az igénye, erről a csúnya. Ezzel a színnel nézzük meg, hogy mennyibe kerülne. Ah, hát ezzel még jobb. Jaj, libafoszöld. Hát akkor maradhat akár ezen a színen is. Bővítmény, na akkor legalább ez legyen már valami más. Ja, de várjál, 18 ezer, nem olyan veszélyes. A felni az így. 18 ezer ér. Biga papa. Jó, maradhat ez így. Ez az elnevezés. Ez a... Jaj, ez a szín, gyerekek. Na jó van. 996.210 forint. Hát ezen nincs is mit gondolkozni, én ezt megveszem.
És akkor kéne valami izé. Kerekes rakodó. Ez nem volt, nem jó, mert nem elég magas. Ugye ennek nem nyújtható a, ahogy hívják, ja. GCB, de hát ez rohadt drágák. 40 milliókat én nem adok ezekért a szutykokért. Ez se nyújtható ennek a karja. Na, ki fogok én erre találni, majd szerintem van itt a parasztoknak eladó valami. Ide valamit ki kell nagyon találni, mert nem lesz ez így jó. Kis traktorok között, meg ezek meg hiába teszek ezekre a homlokrakodót. Ugye értelemszerűen vagy a közepes traktorokra nem tudok vele olyan magasat emelni, mint a, amivel fölérhetnék a pótkocsihoz, vagy na, a vagonhoz, vagon oldalához. Mindahogyan ki kell találnom valami manikus megoldást. Most már nem veszem el, visszafelé megy, 62%-on van, majd mellé állhatok most már. Az meg, hogy pörög lefelé a lóvém, nem a lófasz nem veszem el, de ahogy nem veszem el. Rossz nézni, hogy pörög lefelé a pénzem. Amikor itt ülök a gépbe, aztán csinálhatom én is. Akkor minek fizessek másnak, igaz? És még a másik oldalon is mennyi van, azt a büdös mindenit. Na mindegy. Nem szedi le helyettem senki. Az a nyárfa, amit látunk most a háttérben, az ugye a papírfalnak a kép, ami rá van rakva a papírfalra. De az oda fölösleges, hát úgyhogy iktatásra fog kerülni. Igen, és akkor lehet, hogy ide tudok is csinálni egy utat egészbe, Köblényig. Jó pénzért. Bár van egy-két ismerősöm most már itt, ne? Jaj, az a baszott nagy izé kilométer óra kijelző, az nagyon kell. Semmi a terhelést mutatja, például a talajterhelést, ugye a balas, jobb alsó sarokban az leheletnyi kis pettyel van megjelenítve, a töltési szint mutató, ami most itt pörög lefelé, meg hogy mi van a magtárban. Az is kicsivel van megjelenítve. Mind elfoglalja a teret a izé, a kilométer óra kijelző. Tehát a hasznos cucctól elveszik a teret.
a haszontalan kijelző, vagy a haszontalan cuccok kijelzésével. Aztán lehet, hogy lehet ám ezen is változtatni móddal, mert hát itt a 22-ben mindent móddal oldottak meg, érted? Nem alapból belehelyezték a játékba, nem. Ami benne volt 15-ben alapból a játékba, azt ők móddal átgyúrták a izéba. Módba letöltheted, rak bele a módmappádba, minél több cucc van a módmappádba, annál nagyobb a lagra az esély. Mint például a GPS. Itt már alapból benne kéne, hogy legyen beépítve minden gépbe. Nem móddal elérhető. De hát ez a 22. Ez a való világ, öcsém. Jó ez a kombány. Igen, erősen agyalok rajta, hogy kéne venni még egyet. És két kombánnyal dolgozni. Mert na mondjuk most nem. Még nem. Vajon már jobban állok anyagilag. Mert azért ez a két földem, főleg hogyha bővítve is lesz, igen komoly kihívásokat fog jelenteni. És hogyha már fejlődök, tudok venni még földet. Hát akkor meg aztán végképp. Ugye bérmunkát is tudok vállalni többet, nem csak egyet. Bár mondjuk, amíg itt nekem a Sanyi dolgozik, betakarítás, oda néz, ha lenne még egy kombányom, bálázás, betakarítás, ez mondjuk nem annyi, 4 millió, 3 millió, 3 millió, bálázás, de hol van ennyi füves terület, nem értem, mindenhol gyomlálás, trágyázás, oda nézd, mennyi pénzt lehetne keresni a trágyázással. Azt a kurveget. 13-as mezőn. Ott már talán dolgoztam is. 13-as. Itt, hát ez nem kicsi. Ja igen, ez, ja nem az a. Ezen dolgoztam. Ez 23-as volt. Rágyázással most kereshetnék több mint 6 milliót. Ha mindegy, hát először most ezt mindahogyan be kell takarítanom, ami itt van nekem szajré. Nem is kéne annyira nézelődnöm, van ez a két földem. Közbe agyalok ám. Ami, hogyha megnézzük, ez a két föld,
Hát mindegyikkel vetekszik, a nagyok közül. Tehát nézd meg ezt a kukoricaföldet, ami az enyém. Meg nézd meg itt a szinte térképen a legnagyobb földet. És ebbe vannak szigetek is, meg a kacskaringó, tehát ez sem van akkora, mint az enyém. De szépen fejeztem ki magam. Hogy ez... Úgyhogy az enyém az egy... Igen, csak megmagázható. Basszus. Nem ezt néztem, hogy hol vagyok, hanem a traktort, hogy hol áll. Mondom, mindjárt neki megyek a fának. Nagyot koppanok, azt elhallgatok. Az a baj, hogy eladni külön itt ezt nem tudom. Csak az egésszel tudnám eladni. És... 0 forintért tudnám eladni. Jaj, dicsak buksi. Hát ilyen értéktelen az én földem. Na majd értékessé tesszük. Legonyízom, megtrágya, vagy izé, meg lemeszelem. 100%-os hozamot fogok kihozni, na jó százat nem, 98-at biztos, mert veszek 100%, hogy fogok venni izét. Ekkora földekhez már kell a bütykös hengerezés. Úgyhogy itt legalább 98%-os hozambónusz fogok reálni. Szerintem az viszont már sokkal értékesebbé fogja tenni a földemet, mint itt a mappon bármelyik. Tehát, hogy az eladási értéke akkor is nulla marad, de a számomra ez fogja hozni a legtöbb hasznot. Úgy. Jó. Ilyen jó kis emelkedő van itt. Itt a falnak a helyére el tudnék képzelni inkább egy jó kis folyót, vagy kanálist, aminek ez a töltés oldala, itt például ez a domb. 87%-on vagyok. Arra deltásodik. Aha. Na. Hoppá, várjál. Így akartam mi. Ennyi bíruskám. Én meg jövök a traktorral. Ne siess gyorsan. Gyom növekszik, szántást igényel. Ha szántást igényel, akkor értelemszerűen meszet is. Hát ezt majd nekem kell itt leszednem. És arra deltásodik még itt van, azért jócskán anyag. Na, nyissad, nyissad, ne soherkodja. Mi a... Fasz, most nem tudtam még egy kicsit jönni. Nem is fog beleférni. Ajjaj.
Iparkodnom kell vissza. Várjál. Hol van kukorica? Kukorica. János. Emelkedik a zár mindenhol. Vajákos Birinéni standja. Mi az öreg asszony izét is vesz? Kukoricát? Nem semmi. Köblény eladó pont. Ez fizet a legtöbbet. Lehet, hogy egy adagot elviszek eladásra. Csak hogy hagyja ilyen lóvém. Ugye november van. Ott van. November van, és ha most viszek nekik eladni cuccot, akkor lehet, hogy hamarabb elkezdik emelni az árat. Meg jó itt a falusiakkal jóba lenni, érted? Bármire szükségem lehet. Jaj, hogy vonja le a lóvét, gyerekek, mint a fogamat húznák. Ezt látni. Ja, persze, hát itt már voltam. Idehoztam egy hangyafaszni szocsit, aztán mennyit kaptam érte? Egy csomó lóvét. Ezért is jó fogok kapni, azt tuti. Nézd meg, milyen aktív itt a bakter, hallod? Alig, hogy befordulok, már nyitja az ajtót. Oda néz, oda néz, oda néz, figyelj! Hoppá, látod? Nem is, még nem is biztos benne, hogy ide jövök. Mertem volna én az izére is ki az út végére, hogy ott leburítsam a gazba. Na most fölfelé fog peregni a lóvé. Jaj, jaj, jaj. Egyből burítom a másikat is, hogy ne szakadjon meg a bevételforrás. Egyből mutassa, hogy mennyi a végösszeg, amit kapok. Majdnem 7 millió. Hát, többre számítottam, de ne legyünk telhetetlenek. Végül visszajött a trágyaszúrómnak az ára. És hát egy némi kis alapot jelent majd a rakodógépnek az árából. Ne dudáljál, te csöves! Kiszállok, olyan pofont leverek, hogy azt se tudod, kitől kaptad.
Még az a jó, hogy nincs szárnyam, máskülönben nem kiszállnék. Látod, akkor ezen az úton is, hogyha nem lenne ott az a ráthatatlan fal, ide is tudnék csinálni egy utat. Ja, mondjuk nem ilyen izét, ilyen salakos utat. Már mondjuk ez is salakos. Ezt a fát csak azért kéne megszüntetnem, mert izé, ez benne van a fődbe. Máskülönben nem is zavarna. Hajszál pontosan a fődemet ékesíti. Ez olyan picike, hogy ez mondjuk még itt el tudnám folytani csírájába, vagy kivenni, aztán átültetni arrébb. Érted, kivenni azt a nagyot, meg itt egy picit megritkítani, és akkor ezeket meg átültetni beljebb. Ugye azért mégiscsak legyen a madaraknak fészek, meg ilyenek. Gyere le, gyere le. Írtam el, hogy 80%-on van. Azt hittem, hogy... Ne. Gyorsan. Hát ott hagynád te. Nem látod a kukoricát a izétől, a csuhéjtól, vagy mi a fasz van? Képes lett volna itt hagyni a kukoricát, hát akkor mit akarsz ledarálni, baszki? Kicsit szebben ráálltam. Ne. Átúró nézve nem olyan szép kép. Csinálni kéne egy index képet. Hát igen, itt csúcsosodik, egyesedik, úgyhogy várható, hogy a segítő az így fogja kezelni a dolgokat. Vár, lehet, hogy ezt itt leszedem inkább én. Tényleg, hogyha tudtok esetleg valami jó manitút, ami olyan némileg retrós, kitolható karral, mint a manitunál, valami olyan módot, akkor ezt megköszönném, hogyha valaki küldene. Hát, ha nem, akkor se esek kétségbe, ugye, mert én is tudok magamnak keresni. De hogyha küldtek, akkor megnézem.
és megköszönöm. Ja, és emellett, gyerekek, 990, tehát közel vagyok már az 1000 feliratkozóhoz, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni nektek, mindenkinek a megtisztelő bizalmát, és hogy kitartottatok mellettem. Remélem, hogy el fogom érni az 1000-et. Természetesen az 1000-ből, bár az első 1000 feliratkozót a legnehezebb elérni, de nem terveztem, hogy nagy cirkuszt csinálok. Úgy gondolom, hogy hogyha már kicsit több lesz a feliratkozó, akkor mit tudom én, nagyobb számnál ott fogok valami kis meglepetéssel produkálni, meglepetést fogok csinálni. Még pontosan nem találtam ki, hogy mit. Elképzelhető, hogy tartok valami jó kis sorsolást. De majd az még a jövő titka. Attól függetlenül köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és kitartottatok mindaddig, amíg összegyűlt ez a szám. Igen, csak jó érzéssel tölt el ez a dolog, hogy olyan dolgot nyújtok nektek, amit szerettek nézni, és élvezitek a műsoromat. Attól függetlenül a változatosságot ugyanúgy fent fogom tartani. Tehát nem garantálom, hogy csak farmingot fogok ugye produkálni a csatornámon, mert szeretek olyan játékokkal is játszani, amit a farmot kedvelők nem feltétlenül kedvelnek. Mint például a fárcsájjal is, ahogy játszottam, ugye annak kisebb volt a megtekintése, de én azt a játékot ugyanúgy szeretem, tehát javarészt ez a csatorna saját magam boldogítására is jött létre, és attól azon kívül természetesen, hogy nektek is mutassak valamit. De ugyanúgy lesz minden, mint ahogy volt. Farming, LTS, jó, mondjuk az LTS-en mostanában egy kicsit leálltam. Nehéz abba is újat produkálni. Remélem megmaradtok, és ugyanúgy nézni fogjátok továbbra is a csatornámon lévő tartalmat, mint ahogy eddig tettétek. Élőadást nem tudok nektek garantálni, mert hát arra nem akarom magyarázni, mert már elmondtam százszor, vagy talán többször is, hogy mi az ok, hogy nem tudok élőadást biztosítani. De ahogy észrevettem, ez így jobb. Nekem biztos, hogy jobb. Nem kell közvetlenül reagálnom. Kis offroad nézőmet csípem, amikor kérdezi, hogy jöhetek? Aztán már harmadszorra mondom el neki, hogy hát ez még mindig videó, vagy Premiere Live, de hát ő mindig szeretne jönni. Sajnos nem tud jönni, mert hát ugye a videókat nem akkor készítem, amikor adásba kerül, úgymond. Hanem ezeket eltérő időbe. Most így a nyárra való tekintettel lehetőleg akkor próbálom csinálni, amikor kevésbé van
vörös riasztás. Már aztán most is olyan baszott meleg van, hogy pedig most kicsit olyan felhő is az ég. Tehát vagy süt a nap, vagy nem. Előbukkan itt-ott a nap, utána meg eltűnik, de hát attól függetlenül rohadt meleg van. Hát át vannak melegedve a falak, meg minden. Szerencsétlen gép is már úgy van vele, hogy a hűtőfolyadék félő, hogy belefolyik a izébe, a HDD-be. Érted? Meg jó, hogy arra a szintre nem jutunk el, hogy izé, bár már láttam róla képeket, meg videókat, hogy ha nem figyelsz oda egy masinára, akkor a processzorod olyan hőmérsékletet tud elérni, hogy akár tojás lehet rajta sütni. Jó, mondjuk ez biztos, hogy csak imitált volt, hogy tojás sütöttek a izén, a processzoron, de hát szerencsétlen gép is szenved. Na jó, most ez egy kicsit hülye hangzott, úgy beszéltem róla, mint hogyha valami élő lény lenne. Habár az MI, ugye, 21. században már nem is olyan elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia, mint a Terminátor filmben, hogy önálló életre kell. Én ma nem lepődnék meg semmin. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Minap néztem egy videót, van ez a, nem tudom, szerintem nem lehet olyan nagyon-nagyon régi hobbi, vagy szokás, vagy sport, vagy nem tudom, hogy minek mondjam, hogy van egy, kapaszkodnak egy asztalba, két oldalról egy-egy izmosabb muki, aztán levernek egymásnak egy-egy pofont, és aki állóan marad, ugye az a győztes. Szerintem nem lehet valami régi fajta sport. Na, attól függetlenül már csinálják már robottal is. Igaz, hogy ember vezérli a robotot, de már lehet kiállni gép ellen is. Azért az megbaszó, hogy egy emberi kéz, ugye az mégiscsak vannak rajta lágyszövetek. Tehát, hogyha egy párnával vágnak pofon, mondjuk amiben van valami keményebb tartalom, mondjuk egy nem tudom milyen, vagy pedig egy vasdarabból, nem lehet ugyanaz a kölcsönhatás. Bassza meg, ezt meg ketyegbe hagytam, fogy az üzemanyag. Mert itt most gondolok arra, hogy például a maflás, hogyha kapsz egy pofont, vagy egy gyöklöst, hogyha az ököllel történik, akkor az sokkal hatékonyabb, mint hogyha van rajtad például egy boxkesztyű. Érted? Na most, hogyha téged pofóúznak, vagy pedig arcon rántanak egy izéval, egy vaslappal, vagy egy vasdarabbal, hát igencsak más az érzés. De hogy találták ki ezt az izét, ezt a pofoszkodós történetet, ezt se értem. Szerintem már jó módjukban az emberek nem tudják, mit csináljanak. Ez is csak ilyen erőfitoktatás.
értelemszerűen, mert mi más lenne? Na már nincs olyan sok hátra. Lehet, hogy én gameplay-en kívül is fogok ebből aratni. Ezért ez rohadt sok. Gyerekek, akárhogy is nézzük, ezek föld, ez baszott nagy. Ja, és ez a izé, ez a vágóasztal, nekem ez bérelt, aha. Bizonyám. Ezt még meg se vettem. De hát lehet, hogy nem is fogom, inkább bérelni fogom. Mert nekem ez csak időszakonként kell. Ez nem olyan, mint a sima gabona adapter. Basszus. Még agyalok azon is, hogy ezt a másik földet, ami a sínek másik oldalán van, hogy ezt be kéne vetnem lucernával és kaszálónak megcsinálni, mert ott azért az baszott nagy. Ekkora részt, hogyha kaszálok, akkor azért ott már lesz anyag. Lesz értelme eladni a bálákat. Ja, várját, nem is tudom az izét. Na majd, hogyha leállok az egyenesre, akkor meg kell néznem, hogy milyen alapra épült ez, tehát hogy ezen a térképen engedi a tavaszi búza vetését. Az se biztos. Az ősziről már lemaradtam. Ugye vannak olyan alapok, ahol nem engedi a tavaszi búza vetését, csak kimondottan az őszi vetést. Akkor viszont árpán kell gondolkoznom, vagy pedig zabon. Vagy valami máson. De nem is biztos, hogy búzát fogok vetni. Majd még kitalálom. Mondjuk ugye a legnagyobb hasznot a repce hozná, vagy a újabb. De hát a mennyiséget, hogyha nézzük, akkor viszont nem.
Itt is látszik, hogy nincs címerezve. Majdnem olyan magas, mint a... Sőt, hát van olyan magas a kukorica, mint a kombány. Tehát ez címerezve nem volt. Egyébként meglepő. Egész jó fizetnek itt a környékünkön. Éppen néztem, hirdetések voltak fölrakva a facéra. Itt a környékünkön igen jól fizetnek a címerezésért. Napszámos bért. Ma jó, hát ugye az, mondjuk ez nem egy barátságos művelet. Aki már csinálta, azt tudja. Aki nem csinálja, annak csak annyit mondok, hogy a tűző melegbe pulóver nélkül nem célszerű elmenni címerezni, mert ugye a kukoricának amellett, hogy a por, ha rátszál, ez úgy tud viszkedni a kukoricának a porra, mint hogyha mit tudom én, valami boa porral szórtak volna meg. Amellett a levele az vág. Tehát hosszú út, mint ahogyan kell a címerezéshez húzni. Bár az értelmesebb gazdák azok úgy szokták csinálni az ilyet, hogy még akkor, amikor olyan derék magasságú a kukorica, akkor kell címerezni, akkor csináltatják a címerezést, nem akkor, amikor már a fejedig ér. Hát ebből gyerekek lesz még egy rész, azt tuti. De se baj, a következő részre azt tuti, hogy kiveszem onnan azt a középről azt a falat, mert folyamatosan az eszembe jár, fejembe van, meg azokat a fákat szerintem ott egy picit átültetem őket, amiket az előbb mutattam. Új, a tyúkokkal se tudom, hogy mi van. Azokat is meg kéne már néznem. Jaj, gyerekek, annyi dolog van itt, hogy se tudom, hogy hol alszok az éjszaka. És hát a mai napon mindahogyan be kell fejeznem a kukoricának a betakarítását, mert máskülönben elfonnyad. Azt viszont nem szeretném. Attól függetlenül, hogy a 40 tonnáért kaptam 13 ezret, február környékén ez többet fog nekem érni. Jó volt a többet, ajaj. Aki emlékszik a Green Riverre, volt, hogy amikor megnéztem a Szotyi árát, volt, hogy egy ezresre lement februárban, meg el tudtam adni majdnem 2500-ért tonnánkénti, vagy a mázsánkénti árat, amit kaptam érte. Azért az nem mindegy.
Hűha, figyelnem kell a traktorhoz, érek, akkor célszerű üríteni. Célszerű lesz. Igen, 90% nem érdemes tovább vinnem. Na, ez az index kép, ez jobb lenne, nem? Itt még folyik a szajrja pótban, nem úgy, mint az előzőnél. Pont már kiürítettem. Bár mondjuk ez is egy jó kép. Na hát gyerekek, eddig tartott ez a mai rész, úgyhogy innen fogom folytatni holnapi napon. Már be lesz fejezve a kukorica betakarítása. Remélem tetszett, és visszavárlak titeket a következő részre is. Aztán utána meg elkezdjük a trágyázást, valószínűleg fogok magamnak intézni egy Manitou jellegű ilyen gémes rakodót, amivel trágyát tudok pakolni. Hát majd kiderül, hogy mit tudok csinálni. Na, addig is elköszönök tőletek, jók legyetek, szevasztok!